Életveszélyes fenyegetést kapott az Országos Mentőszolgálat több munkatársa is, akik beoltatták magukat koronavírus ellen. Volt olyan a mentők közösségi oldalára érkezett bejegyzés, amely a halálát kívánt annak a mentősnek, aki már megkapta a vakcinát. Györfi Pál az m azt mondta, meglepték őket ezek a szélsőséges megnyilvánulások. A szóvivő ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az oltás biztonságos. Csipet juttatnak a beoltott emberek testébe a koronavírus elleni vakcinával, ezt az elképesztő álhírt terjesztik az oltás ellenesek az interneten, szerintük az apró csippel irányítani lehet majd az embereket, állításukat ezzel az ábrával próbálták bizonyítani. Csak hogy ez nem egy titkos mesterséges intelligencia működésének a vázlata, hanem egy gitárpedál kapcsolási rajza, erről közölt cikket a PC World. A lap azt állítja, az ábrát egy olasz programozó ismerte fel és osztotta meg közösségi oldalán, ami alapján még az eszköz márkáját is be lehet azonosítani. Az ostobaságnak is van határa? Tette fel a kérdést az országos mentőszolgálat, miután megdöbbentő hozzászólások lepték el a közösségi oldalukat. Egy székesfehérvári férfi például hosszasan gyűlölködött, amiért szerinte a mentősök, idézzük, pénzért csippeltetik magukat. Egy pésváradi nő pedig arról írt, hogy reméli méreg van a mentősök fecskendőjében vakcina helyett egy karcagi kommentelő pedig a halálát kívánta egy mentősnek, amiért beoltatta magát. Nagyon meglepet minket ez a néhány szélsőséges reakció. Az országos mentőszolgálatnak 228 ezer követője van a közösségi oldalán, ők naponta figyelik a mentősök munkáját és biztatják őket. Ezért volt váratlan a támadás, reagált a mentők szóvivője az M1-en. Györfi azt mondta, akik most még kételkednek a vakcinában, emlékezzenek arra, hogy a járvány kirobbanása óta az oltóanyagot várja a világ. Most itt van és biztonságos. Már látni fogják az emberek, tehát a mostani kételkedők is, hogy azok, akik már megkapták az oltást, jól vannak, és hogy, hogyha nem hisznek ugye a nemzetközi adatoknak, mert azért most már az is látszik, hogy sok millióan beoltatták magukat a világban, és hát minden beavatkozásnak van valamiféle mellékhatás kockázata, de az is látszik most már, hogy ez 0,0001 százalék. Az országos tisztifőorvos megdöbbentőnek nevezte a mentősöket ért támadásokat, és azt kérte, senki ne akadályozza azokat, akik már elhatározták Tározták, hogy beoltatják magukat. Nagyon kérem, hogy senki ne akadályozza ebben őket. Ellenkezőleg én azt gondolom, hogy amit a tudomány igazol, amellé kell felsorakoznunk, és minden erőn kell azon lenni, hogy a pandémia végére érjünk. Az oltás ellenesség az önzés legmagasabb foka. Erről már a magyar Honvédség Egészségügyi Központjának főigazgatója beszélt a Honvédség Youtube csatornáján. Az oltás az önzésnek egy nagyon-nagyon maximális foka. Mert az arról szól, hogy az illető azt mondja, hogy kérem szépen, én semmi kockázatot nem vállalok, mindenki más vállalja helyettem kockázatot. Nem hiszem, hogy ez egy helyes gondolkodás. Vikonkál Norbert kifejezetten jó és biztonságos vakcinának nevezte a Pfizer BioNTech oltóanyagot. Ugyanakkor úgy látja, mostantól az egyének felelőssége, hogy meddig tart a járvány, hiszen a tömeges védettséghez mindenkire szükség van.